A nyugatnak meg kell fontolnia, hogyan kezelje az oroszok biztonsági igényeit, amennyiben Putyin elnök beleegyezik a háború befejezéséről szóló tárgyalásokba. Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozott így, aki szerint Európának foglalkoznia kell Putyin félelmével. Foglalkozni kell például azzal, hogy a NATO Putyin küszöbéig érhet az Oroszországot fenyegető fegyverek telepítésével, amelyek viszont másik oldalról Európa biztonsági rendszerét jelentik. Fel kell készülni, Európa, illetve a NATO mire kész, hogyan védi meg szövetségeseit és tagállamait, és hogyan ad garanciákat Oroszországnak azon a napon, amikor Moszkva visszatér a tárgyaló asztalhoz. Ezek tehát a francia elnöknek a szavai, én pedig Somkóti Bálint biztonságpolitikai szakértőt, az MCC geopolitikai műhely elemzőjét köszöntöm a vonalban. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ugye nem ez az első eset a nyugat részéről, hogy ilyen típusú nyilatkozat hangzik el, bár inkább eddig közvetlenül közvetve Ukrajnának üzentek, hogy azért nem végtelen a támogatás, sem az anyagi, sem a fegyvereket érintő támogatás. Tekintsük ezt a béke irányába mutató első jelnek? Igen, úgy tűnik, mintha a nyugati vezetésnek is feltűnt volna az, most az európai vezetésnek is feltűnt volna az, hogy lényegében előbb-utóbb a háborúnak így vagy úgy, de vége lesz. És anélkül, hogy a tárgyalásokon rögzítenék a béke feltételeit, anélkül erre gyakorlatilag semmilyen esély nincs. Egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy ugye nekünk magyaroknak semmilyen okunk nincs Oroszországot szeretni. Egy dolgot viszont nem lehet Oroszországgal tenni, figyelmen kívül hagyni. És a nyugat gyakorlatilag az elmúlt 10-15 évben konzekvensen figyelmen kívül hagyta azt az országot, aminek a világon a legtöbb nukleáris robbanófereje és egy viszonylag erős hadserege is van. Most ezt úgy néz ki, hogy ez a felismerés, hogy valamilyen szinten meg kell állapodni Oroszországgal, ez Európában is eljutott a vezetéshez. Igen, de ugye azért Macron szavai azt mutatják, hogy a nyugati vezetők értik az oroszok aggályait, értették tavasszal is az oroszok aggályait, meg értették 2014-ben is a Krím annektálás, akkor az oroszok aggályait. Ezek szerint hagyták, hogy az agresszív irányba mozduljon el Oroszország. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy 150 kiló vagyok, nem vagyok rá büszke, de ha valakivel egy tópartján vitatkozni kezdek, és azt mondom, hogy vizes lesz, az előbb-utóbb vizes is lesz. Tehát lehet, hogy magával ránt egyébként, hogy a példát folytassuk, de attól függetlenül a vízbe esik valaki. Tehát gyakorlatilag a nyugat és elsőbb az Egyesült Államok mindent megtett azért, az összes olyan vörös vonalat, amit egyébként a Putyin vezette orosz vezetés meghúzott, azokat szándékosan és tudatosan átlépték, és innentől kezdve gyakorlatilag igazuk lett utólag, hiszen az amerikai elemzők mondták, hogy Oroszország támadni fog, az európai vezetők nem akarták, az elemzők köbbelejét engem is nem akarták ezt elhinni, és valóban igazuk lett, miután mindent megtettek azért, hogy olyan helyzetbe kényszerítsék, ahol támadnia kellett. Ugye egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 1962-ben ugye volt a kubai rakétaválság, amelynek során a szovjet rakéták messze voltak az USA-tól, mint amennyire Ukrajna egy esetleges NATO tagsága esetén az amerikai vagy a NATO rakéták Moszkvától kerültek volna. Ugye ez egy olyan jogos és mondjuk elvitatatlan biztonsági érdek, amit nem lehet volna szabad figyelmen kívül hagyni. Ugye sajnos, hogy 2011 után elindult a Minszk 1, majd a Minszk 2, amit nem vezettek eredményre, ez pontosan megmutatta azt, hogy Európának mennyire nincs súlya és mennyire nincs beleszólása ebben a folyamatban, hiszen gyakorlatilag ebben Németország és Franciaország vitte a prímet, mégsem sikerült eredményt elérni. Ha már a kubai rakétaválságot emlegeti, nem tudom, hogy ez mérhető-e vagy elemezhető-e, hogy fogalmazzak jól, a politikai hozzáértés vagy a diplomáciai érzék, de azért akkor más természetű diplomáciai párbeszéd folyt az érintett felek között. Ez ma elképzelhető, hogyha létezik ez a párhuzam? Természetesen ugye a 62-es válság után jött létre az a közvetlen összeköttetés, amit később forró drótnak neveztek el az Egyesült Államok és a Szovjetunió vezetése között. Ugye elméletileg azért jelentett óriási problémát, hogy megszakadt a párbeszéd a felek között, ugyanis egy eszkaláció, lásd például a Lengyelország területére hullott, ugye a mai napig ismeretlen eredetű rakétának az esete, az eszkaláció bármikor ott lehetett. Bármikor történt egy olyan baleset, vagy egy olyan kétes magyarázatú esemény, aminek a során tényleges nukleáris konfliktus szélére sodródhat a két ország, vagy a két mondjuk hatalom. Úgyhogy emiatt nagyon fontos, hogy ez a kommunikáció meglegyen. Ugye hál' Istennek ez újra elindult, tehát már az orosz, illetve az amerikai hírszerzési vezetője találkozott és beszélt Törökországban, ugye újraindult a kommunikáció nagyhatalmak között, tehát ennek a veszélye csökkent.
de gyakorlatilag mindig távol vagyunk attól, hogy a feleknek az álláspontja közeledjen, tehát a békésenségre nincs közelebb. És akkor ezen is ezzel szerettem volna igen folytatni. Ön is beszélt erről korábban, máshol is olvastam, hogy egyébként az oroszok is és az ukránok is azért nem fognak a békéről beszélni nem fognak egyelőre a békéről, mert hogy azzal a saját gyengeségüket igazolják, vagy hogy kezdenek kifogyni a munícióból. Nem is az ő szempontjaik most a kérdésem erejéig a lényegesek, hanem hogy ezt a békéről való kommunikációt, ezt megteszi helyettük Európa? Igen, az nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna gyakorlatilag a nyár vége óta technikai államcsődben van. Tehát amíg a nyugati, európai és az Egyesült Államokból érkező támogatás érkezik, addig Ukrajnának van lehetősége harcolni, vagy van módja harcolni, hiszen a fegyvereket, a közigazgatást és a hadsereget gyakorlatilag lehet működtetni. Ugye onnantól kezdve, hogy valamelyik láncszem kiesik, akár Európa, akár az Egyesült Államok, rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek az ukránok, hiszen onnantól kezdve, ugye szokták mondani, hogy tart szárazon a puskaport és imádkoz buzgón, tehát onnantól kezdve nem lesz puskaport, hiába imádkozik az ember. Tehát gyakorlatilag az Európai Uniónak abban van szerepe, mint szponzornak. Ugye látszik, hogy az ukrán vezetést már a minszki megállapodások észszerű kompromisszumokra rábírni. Az ukrán vezetés ugye reagált már Emmanuel Macronnak a szavaira. Azt mondták, most idézem a mondatot, az elnöki tanácsadó Podolják mondta azt, hogy a civilizált világnak biztonsági garanciákra van szüksége a poszt-putyini Oroszország barbár szándékai ellen, mindenről viszont csak azután lehet szó, ha perre kerül sor, és elítélik a háború kitalálóit, a háborús bűnösöket, és nagyszabású helyreállítást kezdenek el, és megállapítják, hogy kik az orosz elit felelősei mindezért. Az elő volt egy ilyen szava, félmondata, hogy Európa mint szponzor vesz részt ebben a szituációban. Itt lanyákból az lehet Ukrajnának a célja, hogy ne hagyják magára, vagy igen, nem is kell túlbonyolítanom, ne hagyják magára a háború lezárását követően sem, hanem a finanszírozása folytatódjon az újraépítés égisze alatt? Pontosan, tehát ez bármilyen hasonló helyzetbe került nemzetnél ugyanaz lenne az érdeke. Azért egy picit karcosabb a szokásosnál az ukrán vezetésnek a kommunikációs stílusa, vagy mondjuk a diplomáciában megszokottnál, de mondjuk hasonló helyzetben senki is tudja, hogy viselkedne, hiszen egy megint csak egy szép magyar mondást idézve, az kiabál, akinek a háza ég. Tehát abban az esetben, ha egy nagy hatalom megtámadná az országunkat, valószínűleg mi is így próbálnánk minden létező támogatást és segítséget kérni, vagy kicsikarni a támogatóktól, hiszen szükségünk van rá. De nagyon érdekes egyébként ennek összefüggésében, hogy például a balti államok, amikor meghirdették a kaliningrádi régió elleni blokkádot és a civil felhasználásra szánt anyagokat és szállítmányokat sem akarták átengedni, az is egy nagyon hasonló motivációval rendelkező lépés volt. Tehát egyértelműen az elkötelezettségét, a védelem és a status quo ante, tehát a háborút megelőző állapot előtti háborút megelőző állapot fenntartására irányuló nyugati erőfeszítéseket, a nyugati szándékokat igyekeznek ezzel megerősíteni vagy kiprovokálni ezek az államok, akik egyértelműen veszélyben vannak, tegyük hozzá. Most is veszélyben vannak? Így, hogy látjuk a orosz erősségeket vagy orosz gyengeségeket? Az orosz fegyveres erők egyértelműen gyengében szerepelt a vártnál. Ugye írtam is róla, hogy a vojenkorok, hogy az orosz military bloggerek, tehát a témával foglalkozó civil, helyek közel civil szakértők nagyon kemény kritikákkal illetik az orosz vezetést. Például az egyébként tényleg csúcsmodern 4++ kategóriába tartozó Su-30 és Su-35-ös vadászbombázókat például buta vagy szabadesési bombákkal megrakodva küldik az ellenséges légvédelemnek a hatókörébe. Tehát szárazföldi hadsereg is sokszor nagyon-nagyon rosszul működik, tehát nem elsősorban az első időszakban, hanem a később, a nyár folyamán elindult műveletekben is látszott, hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag nagyon komoly hiányosságokkal küszködik. Úgyhogy mindenképpen annak ellenére, hogy elég komolyan és elég rossz bizonyítványt álltott ki magáról az orosz hadsereg, ettől függetlenül vannak olyan képességei, lásd a közelmúltban megindított támadás sorozat az ukrán kritikus infrastruktúra ellen, ami ellen azért a nyugatnak sincs mindenképpen eszköze. Tehát mondjuk például egy klasszikus, hagyományos katonai zsarolás az nem feltétlenül a hadsereggel vagy a szárazföldi erőkön múlna, hanem egy légi hadjárattól is jelentős károkat lehet okozni egy adott országnak. Tehát mindenképpen fenyegetést jelent
az az orosz hadsereg, amely most egyébként nagyon komoly harctapasztalatokkal fog rendelkezni, amely fölpörgette a háborús termelését. Ugye nagyon keveset beszélnek arról, hogy például három műszakban dolgoznak azok az üzemek, amelyek a precíziós lőszereket, illetve a nagyhatótávolságú fegyvereket gyártják. Akik ilyen helyen dolgoznak, azok nem kaptak behívót a sorozás alkalmával, és ugye hiába jönnek ki szinte hetente akár az amerikai, akár a brit jelentések arról, hogy Oroszország hamarosan kifogy a fegyverekből, ez eddig nem történt meg. Tehát gyakorlatilag Oroszország egyre inkább átáll egy haditermelése, ami egyértelmű fenyegetés jelent Európának. Nekünk erre föl kell készülni, függetlenül attól, hogy mit gondolunk alkalmatlan az ukrán vezetés kijelentéseiről. És akkor olyan sajátosan értelmezve a hatás ellen hatás newtoni törvényét, ugyanez Európára is igaz, hogy fölpörgeti a hadipart. Valahol olvastam, hogy a németek kicsit túltolták a hadieszközeik küldését, mert Németországnak csak pár napra elég lőszere maradt, minden mást Ukrajnának adott. Nincsen persze mértékegység rendelve ehhez a hírhez, meg ki tudja, hogy milyen tüzérségi aktivitással lett ez kiszámolva, tehát lehet igaz is, meg nem is ez a hír, ezt csak idéztem valahonnan az N plusz egyedik ezzel kapcsolatos elemzésből, de a jelenlegi ütemben meddig tudja még támogatni Ukrajnát Nyugat-Európa? Talán így leegyszerűsíthető a kérdés. Ez egy kitűnő kérdés, pontos számaink érthető okokból nincsenek. Az biztos, hogy az Egyesült Államok, miután ő maga is és az Európai Szövetségesé is kifogytak, vagy kifogyni látszanak, például a 150 mm-es tüzérségi lőszerből, Dél-Koreától szeretne ilyet vásárolni, aki eddig egyébként következetesen visszautasította, hogy ilyen típusú támogatást nyújtson Ukrajna számára. Úgyhogy ez az igazi kérdés, hogy találnak egy olyan megoldást az amerikai politikusok, amelyben dél-koreai lőszert vásárolnak és majd küldik tovább Ukrajnába. A német program azért is nagyon érdekes, mert ugye a háború kitörése után nem sokkal 100 milliárd eurónyi fejlesztési, katonai fejlesztési programot szavazott meg a Bundestag, amelyet aztán ugyan tipikus nyugati politikus módjára kitoltak 2030-ig. Tehát ezek az tényleg nagy összegű és komolynak tűnő program 8 évre elnyújtva azért már nem is jelent olyan nagy előrelépést. A másik dolog az, amiről nagyon kevesen beszélnek, hogy egy tüzérségi lőszerben nem csak fém van, hanem lőpor is, egy füstmentes lőpor, ami a legtöbb fegyvernek a meghajtását biztosítja, és ebből igen komoly termelési problémák vannak. Egyébként már 2020 a Black Lives Matter óta nagyon komoly ellátási gondok vannak lőszer területen, ugyanis az amerikaiak ekkor elkezdtek mindenféle lőszert és fegyvert fölvásárolni a saját biztonságuk érdekében, ugye az amerikai lakosságról beszélünk, és nehezíti a problémákat az, hogy Kínából érkezik ennek a lőpornak egy nagyon fontos alapanyaga, ez egy textil termelési, textil gyártási melléktermék, ami a Covid meg egyéb szempontok miatt ott sincs, ott sem termelnek eleget, ezért Európában is kevés érkezik. Tehát még a pótlásnak a teljes, mondjuk így vertikuma, vagy teljes mélysége is, bocsánat, a horizontális lánc, tehát a teljes mélysége a gyártásnak igazából kérdéses, hogy hiába van szándék, hiába van pénz, ezek az eszközök nem olyanok, hogy bemegyek a boltba és lemelem a polcról. A Black Lives Matternek volt olyan hatása az Egyesült Államokban, a társadalmi, tehát az állampolgári fegyverfelvásárlásoknál, hogy ennek érzékelhető hatása van az elérhető mennyiségben? Igen, az Egyesült Államokban 300 millió kézi fegyver van legálisan, és ebben csak a legális számok vannak benne. Ez ugyanaz a nagyságrend, amiben a világ összes hadseregének egyesített kézi fegyver állománya van. Tehát ezeket a számokat érdemes megnézni és érdemes figyelembe venni. Már a szír polgárháború elkezdte kimeríteni azokat a nyugaton elérhető kézifegyver és lőszer készleteket, amik a hidegháborúban maradtak, ugye mondjuk, hogy a szabad szír hadsereg, tehát mondjuk a ki tudja milyen hátterű, de szír ellenállókhoz szállított, nyugatról szállított fegyverek és lőszerek, azok gyakorlatilag kiürítették a hidegháborúból megmaradt raktárait a NATO országoknak, itt elsősorban nyilván a kelet-európai országokra gondolok, és amikor a Black Lives Matter elindult, és ugye megindult a Defund the Police mozgalom mellette, akkor egy olyan mértékű kézifegyver felvásárlás indult meg az Egyesült Államokba, amely egyrészt fölhajtotta az árakat, másrészt nagyon nehezen elérhetővé tette nagyon a legtipikusabb, legjellemzőbb kézilőfegyver lőszereket is. Tehát vannak arról hírek, nyilván ezek meg nem erősített és mondjuk így sutogás szinten működő információk, hogy NATO tagországoknak a fegyverkezésére, vagy a fegyverzeti igazgatója egymással beszélgetnek, akkor mondják, hogy bármit kérdez, csak lőszert nem. Nos, nyilván ez vagy igaz, vagy nem, ez egy ilyen, lehet akár egy belső pletyka is, de maga a tény, hogy egy ilyen történet elindulhat, már jól jellemzi, hogy milyen kritikus a helyzet lőszerfronton.
Egyetlen kérdés, hogy a végére, hogy a beszélgetésünket keretbe zárjuk és visszaugorjak akkor Emmanuel Macronnak a nyilatkozatához. Lehet-e szerepe, vagy magyarázhatja ezt a, hát most óvatosan próbálok fogalmazni, megengedőbbé váló nyugat-európai kommunikációt Oroszországgal kapcsolatban, magyarázhatja ezt az, hogy éppen a napokban lép életbe az újabb szankciós intézkedés csomag, ugye itt most az orosz energiahordozók egy újabb fajtájára, az orosz olajra vonatkozóan. Tehát egy idő után Európa látni fogja ennek a közvetlen hatását, vagy érzékelni fogja ennek a közvetlen hatását. Igazából a kelet-európai országok, ugye a volt szovjet befolyás élvezetbe tartozó országok voltak azok, amelyek orosz olajat használtak. Igazából olajból van bőven a piacon, tehát nem is bőven, mert Szaúd-Arábia pont most fogta vissza a termelést, de mondjuk más, úgy mondom, hogy olaj elérhető még a piacon, azonban ehhez át kell alakítani az olajfinomítókat, egy másfajta, más típusú olajnak a feldolgozására kell átállni, tehát ez elméletileg lehetőség. Én sokkal inkább azt látom egyébként, hogy a háborúnak a gazdasági következmény köztük a rendkívül észrelőtlenül és előzetes hatástanulmányok nélkül indulatból vagy érzelemből kivetett szankcióknak a hatásai kezdenek beszivárogni az európai gazdaságba. Ez társadalmi elégedetlenséget szül, és ez pedig a hatalmon lévő politikusok számára nyilván egy kellemetlen helyzet. Ugye ezt igyekeznének ezekkel a nagyon óvatos, nagyon tétova lépésekkel megoldani. A helyzet az az, hogy amíg nem történik a mondjuk így a fizikai valóságnak, a frontvonalakon lévő állapotnak az elismerése nem történik meg, és csak az elvek hangoztatása folyik, addig nagyon kicsi az esély, sajnos, hogy egy béke megállapodás létrejöjjön. Ez egy fontos félmondat volt, egy következő interjúban majd erre visszatérünk, hogy mondja, hogy Szaúd-Arábia éppen most fogta vissza a termelését. Valójában Szaúd-Arábia beintett az Egyesült Államoknak ezzel, mert ugye az amerikai kérés volt, hogy növeljék a termelést, hogy az árakat picit letörjék. Pontosan így történt.